Országos elismeréseket zsebelhetett be idén a Nyíregyházi Teátrum. A Név Carmen című előadást a Most Fesztiválra és a Vidéki Színházak Fesztiváljára is jelölték. Az Illatszerter bekerült a Poszt verseny programjába és a Budapesti Nyári Fesztivál programjába. Közel 22 000 bérletes látogató bizalmát élvezhette a 2018-2019-es évadban a Móri Zsigmond Színház, akik 30 darab vendégelőadást láthattak. A mostani évadot a 13-14-es évaddal hasonlítottuk össze. Egy hosszabb periódust igyekeztünk megvizsgálni. A bérletesek összdarabszámában elég jelentős a változás. 16.865-ről 21.991-re emelkedett 4 év alatt a bérletesek száma. Ez mintegy 30%-os emelkedés, 5.126 darabot jelent konkrétan. Valamint a nézőszámot, hogyha összehasonlítjuk, ott is a 78.872 92.581-re ment fel, ami szintén egy 17%-os emelkedés, de ami a legkiemelkedőbb adat, az a nettó árbevétel. Itt 71 millióról majdnem 162 millióra emelkedett, tehát majdnem 130%-kal ment fentem 4 év alatt a jegy- és bérletbevételünk. Idén is kiosztották a legfontosabb elismeréseket jelentő díjakat a színház munkatársainak. Nyíregyháza város nívódíját Gulácsi Tamás kapta, míg a közönség szavazatok alapján Puskás Tivadar lett a Kelet színésze. Idén először a színházért díjakat is kiosztották a Teátrumért önzetlenül legtöbbet tevő művészek részére, melyet első alkalommal Pregicer Fruzsina, Illyés Ákos és Rák Zoltán vehetett át, aki emellé egy másik díjat is kapott. A másik díj pedig a Lipó díj, ami azt jelenti, hogy egy valami különlegesség az évadban, vagy valami olyasmit csinálunk, ami akadályozná a munkát, és mégis sikeresen átlépünk a problémán. Ez akkor történt, amikor a kisbabám született, akkor nekem nagyon jó drámaérzékkel jött ő a világra, és tulajdonképpen a bemutatón napján született, de nyilvános főpróba közben már elkezdődtek a szülési fájdalmak, és kórház színház, valahogy így 200-as kilométer per óra sebességgel, de sikerült megcsinálni az előadást, és vissza a kórházba, úgyhogy a lényegnél ott tudtam lenni, hál' Istennek. A következő évad számos újdonságot tartogat. Ilyen például a VIP bérlet, amely lehetővé teszi a soron kívüli ruhatár használatot, valamint az előadások szünetében az átalakított VIP szalonban a büfétől független catering szolgáltatást is biztosít. Ezzel a lehetőséggel együtt minőségi darabokat is kínál a teátrum. Visszatérő színházigazgatóként rendez majd Berebes István, Tasnádi Csaba és Zsótér Sándor, de olyan újoncok is lehetőséget kapnak, mint Horváth Illés, Simon Kornél vagy Szikszai Rémus.